Kedves barátaim, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és hát majd elég sajátos témát fogunk vizsgálni. Szépen visszasétálunk a 18. század elejére, az 1700-as években, ahol is megismerkedünk Krucsai János úrral, az ő kedves feleségével, aki a halál leánya, és Kelemen Didákkal, aki a kor egyik legkitűnőbb prédikátor szerzője, egy ferences, majd lesz róla még szó, aki a Rettenetes utolsó szempillantás című prédikációt írta, amely prédikációt Krucsai János halála után mondott, Krucsai János felett. A szereplők, kérem szépen. Ugye maga Kelemen Didák a tartományfőnök, Krucsai róla sokszor lesz szó, Tolvaj Borika róla is sokszor lesz szó, Krucsai Ulam első felesége, Csebi Pogányba, Csébi, mind a kétféleképp írták. Itt jegyzem meg, hogy fogják látni, hogy néha I van, néha Y van. Hát ennek az az oka, hogy a 18. század elején még nem egységes a neveknek az írása. Ha idézek valakitől, akkor ott meghagyom az Y-t, ha én írom, akkor I, és így tovább. Kovács Ferike, Tolvaj Borika utolsó szeretője, Jósvai Ferenc, Kisvárda plébánosa, aki egy nagy-nagy hibát fog elkövetni. Továbbá a szolgák közül kiemeltem kettőt, aki közvetlen Tolvaj Bori, hogy mondjam, működését elősegítették, Lucskai Margit asszony és Bikosné. A mellékszereplőket most nem ismertetem, ők az első felvonásban ismert szeretői Tolvaj Borbálának. 1741. Meghal Krucsai János, egykori kuruc szerzetes, ezredes, akiről, mint mondottam, a temetési prédikáció Didák tartotta. Ugyanebben az évben ez már nyomtatásban is megjelenik. Ez az a bizonyos Krucsai oltár, amelyet itt most, hogy mondjam, teljes egészében láthatunk, és amely ugyan a 18. században készült, de mint látják, egy késő gótikus alkotás, nagyon sok szempontból nem Magyarországon, hanem Közép-Európában egyedülálló. Ha netán valaha Nyírbátorba tetszenek járni, akkor igen melegen ajánlom, egészen más, hogy mondjam, ezen az ócska fényképen látni, vagy közelről és egyenként végignézni a Krisztus szenvedés történetének ábrázolását. Az oltárt 1729-ben kezdték el építeni, két év alatt elkészült. Na most pár szót azért Kelemen Didákról. Kelemen Didák a 18. század első felének legjelentősebb ferences prédikátora. Ferences létére van egy örök forrása, aki éppenséggel nem ferences volt, hanem jezsuita Pázmány Péter névre hallgatott. Általában az ő prédikációit tekinti mintának, de nem mindig. Amikor 1717-ben Nyírbátorba érkezik, ez a bizonyos előbb látott templom gyakorlatilag teljesen lepusztult, rom, nincsen teteje, össze van égve. Ő az, aki a környékbeli földesurak pénzén teljesen újjáépíteti, lényegében a mai alakját ekkor nyeri el. Krucsai János igen jól ismerhette, mert mint tetszik olvasni, ő volt a gyóntatója. Hát ha ebben a korban valaki sokat tud az egy emberről, akkor az a gyóntatója. Meg lehet, az egész történet már réges-rég feledésbe merült volna, hogyha nincs a Krucsai oltár. A Krucsai oltár, amelyet János mellett a felesége együtt állítatott, a korabeli vélemények szerint holmi lelki ösméret furdalástól vezérelve. Azonban az oltár koncepciója nyilvánvalóan nyilvánvalóan Kelemen Didáktól származik. Nem tudom, hogy vannak vele, nekem diákkoromban, kisdiákkoromban kedvenc olvasmányom volt Mikszáttól a Két koltus diák. Úgy bele tudta élni magát az ember. Ha ismerik a történetet, nem akarom elmesélni, de arra érdemes odafigyelni, hogy Krucsainak milyen híre neve van, hogy amikor Mikszát, a gonoszt akarja megmintázni, akkor mit ír? Lakott ebben az időben a Nyírban egy Krucsai nevű hatalmas gazdag úr, akinek pallos joga volt,
és arról lett nevezetes, hogy tulajdonfeleségét lenyepasztatta. Ennyi. Mert gonosz szívű, mert kegyetlen szívű, gonosz indulatú ember vala, stb. Hát most nyilván nem fogom ezt a részletet felolvasni, és Mikszáth különben is a kisregénynek megfelelően hamisítja meg a valóságot. Tehát míg a regény elején Kucsai uram maga a gonosz, a végén is gonosz, de megtér Rákóczi parancsára, és jó ember lett belőle, sőt, a két koldus diáknak adja minden vagyonát, akiknek az apját egyébként kivégeztette. Na kérem, akkor most nézzük ezt a Kucsait. Már fiatalon fontos funkciókat tölt be a vármegye helyettes jegyzője. 1700-ban veszi feleségül ezt a bizonyos Tolvaj Borikát. Ő 23, a házastársa 14-15 éves lehet, ez akkorban teljesen megszokott. Amikor 1728-ban Tolvaj Borbálát lenyakazzák, akkor olyan 42-43 éves lehetett. Kucsai uram nem sokat vár, egészen pontosan 9 hét múlva a kivégzés után újra megnősül. Az új nej, Pogány Borika, mindössze 28 évvel fiatalabb az ekkor 51 éves Kucsainál. Kucsairól ezt majd fogjuk látni a peres anyagot áttekintve, egy valami biztosan lehet tudni. Nemigen volt olyan este, amikor ne lett volna segrészek, ez biztos. Úgyhogy ehhez képest nagyon szép kort él meg. Gyakorlatilag Kucsai a Kucsai oltárt, továbbá még egy templomot is, a mai nyírtasi katolikus templomot, abból a pénzből épített, ami azért háramlik rá, mert a felesége vagyonát örökli. Na kérem, jogi kérdésekben nem nagyon fogunk belemenni, már csak azért is, mert ehhez én nagyon nem értek, én irodalomtörténész vagyok, de sok szempontból jogilag is egy igen érdekes történet. Egy. Amit lehet, hogy már mondtam, ja itt mondom. Ez volt Magyarországon az utolsó olyan kivégzés, amikor valaki a feleségét csalfaságért végezteti ki. Ilyen később mai napig tudtommal nem volt. A másik, amire majd visszatérünk egy kicsit, a jogi megítélés, továbbá, hogy ez a Kucsai, aki egy furfangos ember, hát jegyző volt, jogvégzett, ma így mondanánk, hogy jogvégzett, ez nem igaz, mert nem volt jogi egyetem, de ha lett volna, végezte volna. Szóval ez a Kucsai hogyan oldja meg, hogy lényegében kifossza teljesen a felesége családját. Na kérem szépen, most eddig ugye visszafele ment a történet, elnézést egy pillanat. Most már lineárisan haladunk az időben. Elérkezik 1711, amikor is ugye a szatmári békével lezárulnak a kurucság harcai, és Kucsai uram, aki eddig egy munkácsi fogságban volt leginkább, is kiszabadul. Kiszabadul, hazamegy, és hát, hogy mondjam, értesül mindazokról, amelyek az ő távolléte alatt történtek. Ami most következik majd, az kérem szépen egy valamivel több mint 500 oldalas jegyzőkönyv van erről az esetről. Ebből én érthetően egyrészt a türelmüket kimélve, vagy figyelembe véve, másrészt hát egyszerűen pragmatikus okokból csak néhány kis mazsolát ragadtam ki, hogy mégis lássák. Nézzék, ez azért nagyon fontos nekünk, mert az irodalomtörténész általában olyan írott forrásokkal dolgozik, amelyek nem közvetlenül, nem egy az egyben, hogy mondjam, adják vissza azt a korabeli kontextust, a korabeli gondolkozásmódot, a korabeli valóságot. Erre a legjobb források mindig a periratok. Annál jobb forrás nincs. Na nézzünk egy ilyen periratot, amely arról szól, tehát még egyszer mondom, első fejezet lesz, majd második is, hogy mit csinált ez az asszonyság. Kiderül, hogy egy bizony Simon a vetélést elősegítendő orvosságos füveket keresett, ám nem volt kellően járatos a témában, így a kertészek segítségét kérte.
itt is felhívom rá a figyelmet, és még nagyon sokszor ki fog derülni, kérem, hogy mennyire más a diszkréció-indiszkréció határa ezelőtt 300 évvel. Ma elképzelhetetlenek azok a helyzetek és szituációk, amelyekkel itt majd találkozni fogunk. Mint hogy az is valószínűtlen, hogyha nekem netán ilyesmire lenne szükségem, ugye akkor a szomszéd kertész bácsitől érdeklődnék, hogy melyik fű alkalmas erre a célra. Az asszony füveket hozatott, és abban füresztette magát ciprusfa ággal együtt, az melyből is Lucskai Margit és Bitkosnével fürödőt csináltatván, szemünk láttára fürödött az asszony benne. Na, itt megint csak arról van, hogy nincs titok, nagyon másul van az intim szféra. Amikor a cselédek látják az asszony terhességét, vastagságát, a korban így mondták, Lucskainé állítólag szó szerint ezt mondja. Ennek az uram az oka, mert ha ő most a rab nem volna, én sem volnék ebben. Aztán a tanú rátér Simonnak a visel dolgaira, ezek megint szó szerint idézetek a perből. Az asszony az pincében vettetett ágyat, egykor az asszony lefeküvén, Simon az ágy elejében feküdt, az asszonyról levonván félig az paplan, betakarta magát véle. Ezen kívül sokszor látta Simon, hogy estve bement az asszonyházában, s reggel jött ki az asszonyházából, s száma nélkül látta, hogy Simon az asszony megcsókolta, csecsit megfogdosta, és tapogatta. Kérem szépen, ha jól akarnak szórakozni, és ha tudnak latinul, mert hogy ennek nagy része le van fordítva latinra, a fensőbbséghez való továbbítás okán, hát nézzék meg ezeknek a, hogy mondjam, szolgavallomásoknak a latin fordítását. Tényleg, hogy mondjam, a Ludas Matyi fénykorában nem tudott ilyet. 17... menjünk tovább. Miért nem mentünk tovább? Jósa Mihály úr. Jósa Mihály úr egy érdekes úr, egy idős úr, aki visszatér majd a második fejezetben ír. És ő a nagyház ablakán mászott be, és virrattig az asszony mellett feküdt. Látták továbbá egy ágyban Krucsai Jánosné asszonyomat, szálláson lévén ottan, az Horváth úrfi ő nagyságával feküdni, tehát egy fiatal gyerekkel, eloltván az gyertyát, hallotta az fátens, tehát a vallomástevő, hogy sokáig ropogott az ágy is. De midőn kialudta volna magát Krucsai János úr valamennyire, mondom, hogy minden este részeg volt, megyen a kis ház ajtajára, akkor felugrik az asszony a Horváth úrfi mellől egy pendelyben, és az ajtó mögé rejtvi magát az cselédházban, asszolott ezen fátens jelenlévén, az több cselédekkel hallotta rimánkodását az asszonynak a cselédekhez, hogy ne mondják az úrnak, honnan jött ki. Itt is Krucsai János úr közikben menvén, tudakozva a cselédektől, ha ott volt Éjasz felesége, ez szerint mentették meg az asszonyt. Tehát itt is a cselédség mindent tud. A cselédség olyan szinten tud mindent, hogy majd, mint kiderül, a aktus közben szó szerint a gyertyát tartja az egyik szolga, a másik pedig az ágy alatt kell, hogy aludjon, vagy legalábbis feküdjön azon ágy alatt, amely ropog. Látta, hogy Széles Jankó nevű szolgája által az Horváth úrfit szállására hivatta az asszony, hogy minden éjjel Krucsai Jánosné asszonyommal hált egy ágyban, egy reggel bekelve látta az operációt is közöttük, ami időn ezen fátens tüzet rakott volna. Tessék elképzelni, én rakom a kályhába a tüzet, és mellettem az ágyban, hát folyik az operáció, hogy kell. Ezért ez tényleg nagyon máshol vannak itt az intim szférák határai. Durva férfi, nem féri, férfi, elgépeltem. Indiszkrécióra is van példa. Horváth úrfi azzal dicsekszik, hogy étszaka tízszer cselekedtem meg Krucsai Jánosnénak. De hogyan dicsekszik, hogy tanukat hív rá, ajánlja, hogy Széles Jankó és Mészáros ezekben jó tanuk lehetnek. És ezt más vallomástevők is emlegetik. Hát megint nem tudok más mondani, hogy ez valami egészen más világ. Adjuk.
Arra is van tanú, hogy a Kocsmáros leánykáját küldötte Lodrovicki uram az asszony után, és hivatta oda az Korcsomára, ahová is elmentél az asszony. Tehát ugye Kocsmából üzen neki az egyik főúr, hogy gyere, megyek. A Kocsmáros látta, hogy Lodrovicki az pincében ledültvén az asszonyt, egymás hasán is laptáig heverének, három rendben reájuk menvén ezen fátens mondotta, kejjetek falunnét, majd elrontjátok magatokat, mert borivók ülnek átkozott lelkük. Na jó. Kérem szépen, nem akarom most, lesz még épp elég részlet a jegyzőkönyvekből, nem akarok mindent felolvasni, de egy valamit azért igen. Az asszony így védekezik. Hiúkban, azaz hiába, szólnak az kurvák, ha ezeren szólnak is ellenem, nem szánom, mert csak én foghassak elébb kezet az urammal, mikor hazajön, azután akárki mit beszélje, nem bánom, nem félek, osztán nem ártatnak nekem. Tehát abban biztos az asszony, hogyha ő beszél először az urával, és kvázi elmagyarázza az elmagyarázhatatlant, akkor nem lesz probléma. De a legfőbb indok, hiába kurvák, mert ha így vagyok is, nem én vagyok sem első, sem utolsó. Vagyon még annyi jószágom, hogy megváltodhatom rajta, megráciáz az én uram érette, és meg nem ölett. Ugye a többenet az, hogy ez pontosan így történik. Első esetben Krucsai annak fejébe, hogy minden az övé, az is az övé, ami nem az asszonyi, hanem a családjáé, ennek fejébe megráciáz, tehát megkegyelmez a nénjének, aki ezt ezek szerint előre látta. Itt ismételt bujálkodásokról van szó, ebből az az érdekes, hogy ez a bizonyos Vásárhelyi János, ez nem tetszett a Krucsai nének, ezen kivételes férfiak közé tartozott, de Vásárhelyi János Krucsai rokona volt egyébként, és Krucsai követségbe küldte az asszonyhoz Erdélyből. Miután megtudta, amit megtudott, abban zsarolta az asszonyt, és ezért kellett az asszonynak vele lennie, hogy mindent elmond Krucsai urabnak, hogyha nem fekszik le vele. De régbecsületes kuruc fiú volt. És itt van a reverzális. A reverzális, amelynek az az érdekessége, hogy elég sok levél maradt fent, amelyet Krucsai uram Károlyihoz írt. Ezek a levelek itt vannak a Magyarországos Levéltárban. Nos, ennek a levélnek a kézírása és a Krucsai által írt levelek kézírása, ez abszolút bizonyos, azonos. Azaz, ezt a reverzálist nem én ifjabbik Tolvaj Borbála írtam, hanem Krucsai János írta a nevemben. És amely természetesen mindenben Krucsai eljárását igazolja. Elérkezünk kérem szépen a második részhez. Rengeteg idő telik el, 16 év. Hát azért az 16 évig együtt élni valakivel, az egy hosszú időszak. Az egykori kuruc Krucsai uram remekül beilleszkedett az új világrendbe, kiváló labanc lett belőle, sőt, ő szerzi meg a környék kuruc földes urainak a birtokait többnyire, mint például Serédi Benedektől Nyírtast, ahová aztán el is költözik Kisvárdáról. Ám de, és most megint előre rohanunk az időben, 1727. november havának 24. napján való éjszakán 9 óra tájban Krucsai János úr feleségét rajta kapta Krasznai Kovács Ferenccel, a deákjával. Az író deák, ami Krucsai János úr feleségét a nagyházból az maga házának előtte behajtotta volna, azaz, amíg Krucsai ugye elkapta a feleségét és elzárta, Krasznai egy gatyaszárban hajadon fűvel elszökött, mindenét otthagyván, és Lónyai úr udvarában szaladott. Álljunk meg egy pillanatra, ez megint egy kiváló korkép. Mi történik valakivel, aki anyaszült mesztelenül rohan a mezőn, elmegy a szomszéd földes úrhoz, aki utálja Krucsait, és a batlaba befogadja a kis pucérdiákot, és hát ő alkalmazza. De
fordulat következik, Krucsainénak sikerül meglógnia. Úgyhogy nem tud hova menni, a Radi kis Ferences kolostorba szökik, ahol menedéket kér és kap. És most jön az aljasság. Krucsai csellel kicsalta, elfogadta, és a vármegye asszisztenciájával meglette. De hogyan csalta ki? Hát úgy csalta ki, hogy meggyőzte a helyi plébánost, a kisvárdai plébánost, tehát a főszereplők között látták a nevét, hogy ő annyira szereti a feleségét, és csak is apró családi konfliktus volt, semmi más nem akar, mint továbbra is szeretetben, békében, keresztény életet élni a feleségével. A pap ezt elhitte. A pap esküdött meg a hölgynek, hogy semmi bántódása nem lesz. Ő felel érte. Na, ekkor és ezért hagyja el a rendházat az asszonyka. És nagyon érdekes, hogy ezek után a ferencesek felháborodnak, és következetesen kiállnak az asszony mellett. Még akkor is, hogy hát ők is tudnak egymást Krucsainéről. Ezt azért bocsátom előre, majd hogyha a vége fele tartunk ennek a megbeszélésnek, akkor beszélünk ugye Kelemen Didák prédikációjáról. Ugye Kelemen Didák is ferences volt, méghozzá rendfőnök. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet Didák esetében, hogy a saját rendtársai abszolút az asszony mellett vannak, a kivégzést elítélik, ő Krucsai gyóntatója, de neki kell elparentálni ezt a bizonyos Krucsait. Na hát amiért én ebből az ügyjel egyáltalán valaha elkezdtem foglalkozni, valljuk be, az nem a Krucsai oltár volt, az nagyon szerint az a művészet, történészetnek a dolga, nem is a periratok, azok is nagyon érdekesek, de a történészet dolga, hanem Kelemen Didák prédikációja. Mert ilyen, kicsit előre szaladok, majd ha odaérünk, akkor részletesebb leszek, ilyen prédikációt én még nem olvastam. Hogy valaki meg tudja azt oldani, hogy egyszerre menti fel, és egyszerre ítéli el azt, akit elparentál. Na, menjünk tovább. Ez ugye a részletei a második, hogy mondjam, etapnak. Tehát az első etap végén, nem tudom, ezt világosan mondtam, ugye kegyelmet kap, végül is minden megy tovább. A fürödőt az ágytól a kemence mellé vonatta magának az asszony, és maga is beleült. Ugye ez ugyanaz a fürdő, amiben előtte az ura megfürdött. Ez is jellemző, hogy először mindig a férfi fürdik, és talán ugyanabban a vízben az asszonyka is megfürdődhet, ha akar. Majd amikor észrevette, hogy férje elaludt, hát persze, hogy elaludt, hát minden este részeg mondom, mindjárt kiszállott a fürdőből egy ingajban és schlofpelcben. Mi az a schlofpelc? Hát azt nehéz lenne lefordítani, ugye németből jön, tulajdonképpen egy hálóruhát jelent, egy hálóruhát, egy hálóköntös tulajdonképpen. Schlafrok, igen, helyes. Krasznaihoz ment a nagyházba. A szolgálónak azt parancsolta, hogy ha kérdez az úr, csak azt mond, hogy mentem a kamarában. Kamara az ugye a kamaraszék, magyarul úgy mondjuk ezt ugye, hogy WC. A tanú szerint ez többször ismétlődött, az asszony gyertya nélkül a sötétben osont kedveséhez. Az oldalházakon, kamarákon, kisházon, nagyházon átvezető útvonalak alapján, ez tényleg így van, meg tudnám rajzolni, hogy a Tasi udvarház hogy nézett ki, mert a részletességgel írják meg, hogy az asszony mikor, hogyan cikázott a kedveshez. A Krucsai ura nem volt otthon, még nyíltabban folyta a felszarvazása. És a szíródeját pedig többnyire betegnek tetette magát, és így sajnos betegen nem tudott az urával tartani, úgyhogy otthon maradt. Stb. Más tanúk szerint is mondott a Krucsai János úr felől, nekem se testemnek, se lelkemnek nem kell, csak akkor nyugszom meg, mikor itthon nincsen. Az Isten veszesse oda, soha se hozza vissza. Hát ez nem a, hogy mondjam, a szívből jövő feleségi szeretetnek a kifejezése, és ha már valaki úgy gondolja, akkor megint sajátosnak tartom, hogy ezt ugye a szolgák tömegével az egész udvarra közli. Na, itt a gyertyaoltó fátens.
Sohasem látta, hogy Krucsai János urammal úgy feküdt volna az asszony, ölelkezve, mint Kovács Ferenccel. Sőt, paráznaságokat is szemeivel látta kétszer, egyszer nappal, egyszer éjszaka az holdvilágon, amint azt is látta, hogy utána, mikor lejárt feküdt Kovács Ferencnek, és mikor lefordult az asszonyról, azt is tudja a fátens, hogy mikor az úr otthon volt, tehát elaluván, az úr, az asszony ment a házból, mint a konyhára ment volna, azonban Kovács Ferenchez ment a nagyházba, stb. Hallott az ágy, ropogott, szuszogtak, és így tovább. Király János tanul, látta szemével az olfaránál a udvarban Kovács Ferencet, a Krucsai Jánosné asszonyom hasán, amint hogy az asszony combját is látta mesztelen. Szórakoztató, hogy a szolgák egyszer összefognak és megtréfálják az asszonyukat. Egyszer csak elkezdtek sikoltozni a konyhában, hogy jaj, jön az úr, itt az úr. Hát ettől ugye derék borbála asszony rendkívül megijedt. Felugrott az ágyból, és úgy szaladt egy ingajban a maga ágyához, a szoknyáját pedig a Kovács Ferenc ágya lábán állhatta. De azért kicsit most ne csak Krucsai uram igazságát lássuk. Valakivel együtt élni, aki mindeneske részek, aki büdös, mint ez előfordul ugye a tanúk leírásánál. Krucsai uram után mosdani az nem lehetett valami nagy kéhömpő. Egészen másképp viszonyul a szeretőihez. Mit mondanak erről a tanúk? Az asszony Kovács Ferencnek varrott inget, lábra valót, és mikor az úr otthon nem volt, mindegy, két tével kellene, de itt oka van, hogy még van, mindegy, pogácsát, rétes sütött, eleget. Továbbá, az asszony Kovács Ferencnek igen kedvezett, és fehér ruhát, tehát fehér neműt. Maga is eleget az asszony varrott néki, a más által is varratott. Betegségében gondozta, amikor a szolgáló tolvajborbála szerint nem elég jól kente és kötötte be a sebes diákot, azután az asszony maga kente és kötötte. Na nézzünk egy életképet. Hazaérvén pedig születelőtt Krucsai Jánosuk Debrecenből tudakozta az asszony ezen fátenstül, hová lett Krasznai, hová marad el, mit csinál? Kire felelt ezen fátens, csak tanul, tanul asszonyom, holmi szerelem énekeket. Az asszony mondotta, miért nem kérted el, talán valami ruszkát szeretett, meg mi az, hogy ruszka? Hát ruszin, tehát ruszin leányka. Ruszin leánykát szeretett meg, azután búsul. Hallotta ezen fátens, hogy Krasznai az énekben énekelte. Légyen Isten oltalmad, édes tolvaj borbálám, légy jó egészségben, lelkemnek orvassa. Ugye orvosa mondanánk ma. Itt csak annyit hagy jegyezzek meg, hogy a lelkem orvosa fordulat az egységesen előjön vallásos énekekben, népénekekben és szerelem énekekben egyaránt. Hagyjuk. Baranyai Katalin vallomását még azért meghallgathatjuk. Krucsai Jánosné asszonyom Kovács Ferenccel játszottak, és egymásra kenték a módját. Ezt én nem egészen értem, hogy mit jelent, de szó szerint ez van az iratban. Azután a megyfához támaszkodtak és úgy csókolták egymást. Csecsét is említett Kovács Ferenc szopta, csókolta, nyalta az asszonynak. Tehát kétségeink nem lehetnek tolvaj borbála csalfaságát illetőleg, de tényleg nem minden ok nélkül utálta ezt a derék kuruc vitézt. Ugye a kisvárdai plébános itt egy nagyot téved, mi az, hogy nem fenyegeti semmi veszély, de hogy nem, mindössze annyi, hogy halálra ítélik. Halálra ítélik, és innentől kezdve minden úgy történik, hogy Krucsai eltervezte. Csak érdekességképp mondom, és ez is ugye a Ferences szálhoz kötődik némileg, hogy Krucsai egy valamitől félt, hogy a papok beleszólnak. Levelek tömegét írja a környező hatalmasságokhoz ebben az időben, amely levél mind arról szól, hogy egyetlen kérése van az egyház, ebben ne avatkozzék bele. Kiváltképp fél az egri érsektől, de ez egy külön történet, ebben most nem akarok belemenni.
Január 1728. január 22-én kezdődött a második per. Az ítélet nagyon sürgős volt Krucsainak, a védő Dobay János arra panaszkodott, hogy a törvényes felkészüléshez járó időt sem kapta meg. Egyébként ő is, és majd aztán később még évekig a Tolvay rokonság Verbőcinek egy megfelelő passzusára hivatkozik, majd egy pillanatra megállunk. Eszerint a passzus szerint az egyszer megbocsátott bűnt nem lehet újra büntetni. Na most ugye kérdés, hogy mi a bűn? Ha úgy általában az a bűn, hogy megcsalom az uramat, hát azt ha egyszer megbocsátották, akkor többet nem lehet büntetni. De hogyha az a bűn, hogy először a Kis Jóskával, Nagy Pistával, stb. Ezt megbocsátom, de a X kapitánnyal és Y kapitánnyal azt már nem bocsátom meg, ez egy másik értelmezés. Ha megint, ha jól akarnak szórakozni, kb. 50 oldal irat van arról, hogy egyik oldalon ez nem volt jogos büntetés, hiszen ugyanaz volt a bűn, másik oldalon nem ugyanaz volt a bűn, mert nem ugyanazzal. Na most hát ebben nem megyünk bele. De lényeg az, hogy itt már az asszonyka kivégzése után nagy jogi harc folyik. Dobay Jánost egyébként a ferencesek, tehát a védőt a ferencesek is támogatták. És most nézzük ezt a bizonyos instanciát. Ez az instancia, amelyet valószínűleg a védő fogalmazott, azért érdekes, mert amikor ez íródik, Tolvay Borbála már tudja, hogy meg kell halnia napokon belül. De egy kicsit figyeljünk, nem olvasom fel, ne ijedjenek meg, csak valamit a szövegből. Kegyelmetek, kik hasonló gyarlóság alá vetettek, elfoghatatlan atyai kegyelmességét, még egyszer térden árva lebruló orcával óhajtom, stb. Kik hasonló gyarlóság alá vetettek. Kérem, a Tolvay Borbálát elítélő megyei bizottságban ott vannak azok a férfiak, akikkel többek közt Tolvay Borbála úgymond vétkezett. Hát ennél finomabban nehéz lenne erre célozni. Nagyságtok kigyelmeteknek ezelőtt engedelmes szolgálója, már most pedig halálnak leánya. És tényleg. A 1728. január 30-án, tehát még abban a hónapban Tolvay Borbálát a debreceni hóhér lenyakassza. Ördög György meglátogatta a börtönben Borbálát, és a következőt írja. Az, mindőn már néhai tekintetes nemzetes Tolvay Borbála asszony, tekintetes nemzetes vitéző Krucsai János úr őkegyelme házastársa, tekintetes nemes törvényszéktől megszentenciáztatott volna, megint kétté, harmadnap múlva Tolvay Borbála asszonyhoz, amidőn már exekúciónak ideje eljött volna, azaz a kivégzésnek az ideje, amint is exekúciója halála előtt ilyen szókat mondván, édeszolgabíró úr, mondja meg kegyelmed az édes uramnak, hogy az Istenért is kérem ő kegyelmét, az én édes atyántúl maradott atyai jószágomat, akit ő kegyelme az reverzálisba beleírt az én hitem nélkül, mert én nem tudtam, mit írtak belé, mit nem, és tőlem elvett, holott még kezemnél sem volt azon jószág. Az atyánfiainak adja vissza. Mely dolog is előttünk így lévén kívántak az asszony atyafiai tőlünk azon dologról testimonális tenni, venni. Tehát, miről van szó? 3 óra múlva levágják a fejemet. De a legfontosabb, hogy a családom vagyona ne sérüljön. Tessék belegondolni ebbe a gondolatmenetbe. Tehát visszaérkezünk oda, ahonnan indultunk, Kelement Didák temeti Krucsait. A
rettenetes utolsó szempillantás az ugye a végső lehellet, a halál előtti pillanat. Hét részből áll a prédikáció, nem olvasom fel, itt tetszenek látni. A lényeg az idő kivágatott. Az, amint egy 30 év, ameddig együtt élt Krucsei János és Borbála, nincs. Szóban nem kerül a prédikációban. Ebből az következik, látszólag, hogy Kelemen Didák mindenben igazat ad Nádfői Krucsei Jánosnak, tiszteli, és hát ezt a cafkát, ezt meg sem említi. Csak érdekességképp, de nem akármilyen érdekesség, versbe vált a prédikáció nagyon sokszor. Méghozzá szép versben. Ó, aranyhegyeket ígérő, szíveket meg nem elégíthető, szemeket kesergető, füleket gyönyörködtető, tündérvilág. Mi az, hogy tündérvilág? Vigyázat, nem pozitív jelző. A tündér ugye az Erdély, amikor tündérország, az nem eszembe jött a nagyon jó és ízé, hanem azt jelenti, hogy hol ideál, hol ideál. A tündér az a csalfa, csalékony jelentésben van. Mely sok gyötrelmekkel teljes, csak teljes csalárpompád, mint virágzó lépes ág. Édes mézet nyújtasz, maszlagot adsz, gyönyörűséggel apolgatsz. Mi az, hogy apol? Csókol, helyes. Méreggel itatsz, sok időkkel csalogatsz, hamar elhagysz. Vagy szép ifjúság, jókedvű mulatság, tánc, muzsika, zengés és nyájas nevetés. A vérség, rokonság, udvari társaság, sokuri barátság és hadipajtárság. Vadak, kies erdők, finom boros szőlők, mulató ligetek, szép virágos kertek, kincses gyűjtemények, zománcos, ugye zománcos fegyverek, böcsülettételek, ékes tekintetek már nincsenek. Vagy nézzék meg, nincs oly Lukrécia vagy görög Ilona, aki kedvet találjon, oly gyenge virágszál, akit le nem kaszál, szénának ne harvasszon. Csak zárjában mondom, hogy ez Balassi strófában van. Tehát azért valamit tud ez a Didák bácsi, de most valamin gondolkozzunk el. A figyelmes olvasó számára, mondom az olvasó, mi a különbség az olvasó és a hallgató között? Hát alapvetően két különbség van. Az egyik, hogy az olvasó semmit nem tud Krucsei Jánosról. A könyvet kinyomtatták, elkerült akárhová, ott olvassák, de nincs mögötte Krucsei János személyisége. A másik, más típusú befogadás az olvasás, mint a hallgatás. Kérem, annyira jellemző, egyik szavat nem akarom a másikba ölteni, de hogy legalábbis a 17. század közepéig, végéig gyakorlatilag nincs magunkban olvasás. Csak hangos olvasás van. Hát levelekből tudjuk azt, hogy amikor valaki szerelmes levelet kap, akkor el kell menni az istállóba, mert csak hangosan tudja olvasni. Hát mégse olvashatja el a férje előtt, hogy ugye mit írtak neki, tehát ki kell menni a marha istállóba. Tehát nagyon más az olvasói és a hallgatói befogadó. És egyszer csak a kivágott idő visszajön. Hogy jön vissza? Hát úgy jön vissza, hogy akik hallják ott, a nyírségben, azok a földesurak, akik a szomszédai voltak Krucsainak, azok mire gondolnak, hogyha te is sok gonoszságokat vittél véghez teljes életedben. Rettegtetnek fajtalan gondolatid, égtelen cselekedetid, szemérmetlen tapogatásid, törvénytelen rútalkodásid, rettegtetnek dőzsölésid, káromkodásid, szentségtörésid, esküvésid, rágalmazásid, rettegtetnek az isteni sugallásokra való restelkedésid, kegyetlenségid, hamis keresetid, uzsorával másokat torkonverbe gyűjtött gazdagságid, mammonnáid, egy szóval minden titkos és nyilvánvaló vétked. Miképpen retten meg téged halálos óráján, amaz ház, melyben bujálkodtál, ama titkos rejtekhely, melyben bagjat tartottál, ez egy csúnya dolog, amaz ágy, melyben magaddal rútálkodtál, stb. Stb. Stb.
ez az írásban egy olyan kontextusban van, hogy nem Krucsaira lehet érteni, hanem általában az emberekre, ugye? De hát kérem, ha ezt hallom, és Krucsai János temetésén hallom, akiről már, illetve még Mikszát is tudta 200 évvel később, hogy miről híresült el, hát akkor miről van szó? Ugyanazért, ugyanazokért a bűnökért ítéli el Kelemen Didák Krucsai Jánost, mint amelyért Krucsai János kivégeztette Tolvaj Borbálát, a feleségét. A rútfajtalankodás többek közt. Kérem, a történetből, amelyet akarják még különböző részletekkel gazdagíthatunk, egészen biztos nem az következik, hogy Tolvaj Borika egy mártír lett volna, sem az, hogy Krucsai egy tiszta életű férfi. Mindketten bűnösök voltak, ha nem is feltétlenül hasonló vétkek. Mindketten bűnösök voltak, mint mindannyian, ha nem is feltétlenül hasonló vétekben. Ugye már Arisztotelész is úgy gondolta, és Aquinói Szent Tamás volt az, aki ezt a kereszténység felé a leghatásosabban közvetítette. A vétek, van Gyónás, van bűnbocsánat, a vétek megbocsátható. Megbocsátható, de sohasem automatikusan, mindig kell hozzá az isteni kegyelem. Soha meg nem történt, nem tehető az, ami megtörtént. Ez egy keresztény alaptétel. Megbocsátás van, de ez nem jelent felejtést. Végülis mindenki nagy árat fizetett. De azért gondoljunk bele, ez a derék Tolvaj Borbála nem tart. Most nem emlékszem, az elején felsoroltam, azt hiszem az első részben csak 9 szeretője volt. Tehát nem tart ilyen széles skálájú férfi csapatot. Akkor mi van? Sosem jön létre a Krucsai oltár. Sosem jön létre ez a hallatlanul érdekes perirattömeg. És sosem írja meg Kelemen Didák azt a prédikációt, amelyhez hasonlót még egyszer mondom, nem ismerek, hogy más a prédikáció jelentése olvasva, és más a prédikáció jelentése, hogyha halljuk. Hát kérem, hogy is van ez? Így talán. Ah, fantasztikus, fog ez nekem menni. Psz, fényár. Ma. Hát kérem szépen, nagyjából ebben próbáltam volna összefoglalni a Krucsai oltárhoz köthető dolgokat, és nagyon örülnék, hogyha lennének megjegyzéseik, kérdéseik. Nem akartam itt nagyon belemenni a periratokba, mert pedig nem érdektelenek, maradjunk ennyiben. Tessék parancsolni. Hát ezek szerint igen, de egy pillanat türelmet, itt van egy nagyon nagy különbség. Ez szerintem ez a történet, hogy a férj megbocsát a feleségnek, de a feleség nem bocsát meg a férjnek, ez 16. századi. És ha nem tévedek, valami erdélyi... Én Erdélyre emlékszem, de szinte mindegy, egy biztos, legalább 200 évvel korábbi történet,
És ennek pontosan az az érdekessége, hogy 1710-20-30-as években már nem volt ilyen. Nem véletlen, hogy ez az utolsó. Van arra példa, hát hajjaj, de még hány. Elsősorban, tehát három dolgot külön kell választani. Más a városi jog és a városban érvényesülő jog, más a földesúri kegyúri jog, és más az, amit a főnemesek önmagukra, hogy úgy mondjam, érvényesnek tekintenek. Egy főnemes, de Krucsai nem volt főnemes, vigyázzat, egy főnemes többnyire maga ítél. Konkrétan Zinyi Miklós környezetéből tudnék olyan főnemest mondani, aki de facto kivégeztette a feleségét. Éppen ilyesmi miatt. Vagy. Na, egy pillanat. Egyik számot a másikban elöltsem. Tehát egy főnemes általában önkényesen bíráskodhat, ezt akarom mondani. Egy városban nem lehet önkényesen bíráskodni, és a földesúr is, ha csak nem róla van szó, akkor nem bíráskodik általában önkényesen. Ezt próbálom most bizonyítani, hogy így van. Van egy nagyon érdekes latin nyelvű eposz, az 1550-es évek végéről 1571 Wittenbergi nyomtatványként jelenik meg, amelyben nem írnak le egy esetet, mindjárt mondom, mi ez az esetet, de körbejárják, körbeírják, tehát aki a korban ismerős, az ki tudja találni. Ugyanez a szerző megírja az esetet egy elégiában, ezt az elégiát feltehetőleg az eposzba akarta elhelyezni, mint a Didó történetet például, de valamiért nem merte. Na most, kiről szól ez a történet? Ez a történet Török Jánosról szól. Török János Török Bálintnak volt a fia, és egy jelentős urakorban, többek között Debrecen ura. Török János Debrecenben mint kegyúr, mint földesúr, megbocsát egy asszonynak, aki megcsalta a férjét. Ugyanez a Török János kivégezteti a feleségét, Kendi Annát, holott három gyerekük is volt, mert hát in flagranti kapja a lovász gyerekkel. Na most, hát ugye egyik esetben mint városi úr ítélt, a másik esetben mint egyszerű férj ítélt. Ennek aztán más erdélyi politikai következménye is vannak. Balassa Menyhárt lányát veszik, és ő feleségül ez a Török János, most ebben nem menjünk bele. De az a lényeg, hogy ez a három szint van, ezek nem nagyon szoktak keveredni. És azért az nagyon ritka, hogy akár a földesúri, kegyúri szinten, akár a városi szinten halálos ítélet szülessék. Akkor is ritka, hogyha a törvény ezt megengedi, sőt előírja. Általában a városból való kiűzés, vagy más hasonló a büntetés. A 17. századtól legalább, és a 16. században még inkább vannak kivégzések. A 18. században ezt leszámítva nincs. Voltak törvények, de kétségtelen, hogy nem volt egységes, és ne felejtsük el, hogy Bergőci sosem vált Magyarországon hivatalosan törvényi. Az más kérdés, hogy hivatkoztak rá, persze mindig. Nem értek ezt, hogy a mesterek. Tessék, parancsolni. Amikor elkezdte az előadását, akkor azt mondta, hogy nem Krucsai történet az oltár, a tolvajborbála, hanem maga a
Kelemen diáknak a beszédét. Na most ebből nem sokat hallottunk, mert nyilvánvaló Vigdő is megkötte ezen kezét, de hogy egy pár érdekességet ebből a beszédből nem lehetett felolvasni, vagy nem tudna mondani, idézni, hát ha nem is szó szerint, mert ez egy csodálatos beszéd volt, de azt vettük csak ki, hogy gyakorlatilag elítélte, meg fel is mentette, ugyanolyan bűnös volt, mint a Tolvaj Borbála, de hogy kicsit ez egy csodálatos beszéd lehet, nem ismerem, hogy ebből tudna egy kicsit bővebben erről mesélni. Hát nézzel, fejből egészen biztosan nem tudok egy 1741-es prédikációt idézni, de azt tudom mondani, egy pillanatra, akkor menjünk vissza. Mi is van ez? Hát egyrészt, amiért ez a prédikáció különleges, lehet, ezt nem hangsúlyoztam eléggé, és akkor teljesen igaza van, hát az egyáltalán nem megszokott a 18. századi prédikációban, hogy gyakorlatilag versbetétekkel. Méghozzá milyen vers? Tehát ez nagyon érdekes módon, nagyon érdekes, hogy milyen a tipográfiája. Tehát a nyomtatott 1745-es kiadásban. Egy csomó esetben én nem tudom, hogy miért, azért, mert a nyomdász nem vette észre, hogy ott vers van, egyszerűen folyószövegként kerül bele, tehát mint egy szabad vers a prédikációba. Máskor bizonyos esetekben kiemeli és Goethen szedi. De hogy ebben semmi logika nincs, az biztos, tehát ez feltehetőleg a nyomdász figyelmessége vagy figyelmetlensége. Azonban ez rendkívül ritka. Ami az, hogy ritka. Én most hirtelnyében a Kelemen Didákon kívül nem tudnék olyan 18. századi prédikációt mondani, amelybe, hát főleg ilyenek, hogy Lukrécia, Görög Ilona, hát ki a Lukrécia, ugye? Erről Euriális és Lukrécia szép históriának a főszereplője, 1577-ben keletkezett. Ki a Görög Ilona, megint egy históriás éneknek, egy szép históriának a címe és hát a főszereplője, stb. Stb. Tehát olyan, hogy mondjam, típusú világi műveltséget illeszt Kelemen Didák a prédikációjába, ami sajátos. Ami továbbá, ami még sajátos, most ha túllépünk a verseken, hogy ugye van ez a bizonyos Ludovicus Danatensis, ebben nem akartam belemenni. Ő az, akinek a prédikációs mintakönyvben, persze latinul van, a prédikációs mintakönyve ott lebeg minden szerzetes prédikátor előtt. És gyakorlatilag egy olyan szerkezetet ír elő, most megint vissza kéne menni, azt ott próbáltam mutatni, amely szerkezet nagyon szigorú, nagyon kötött, és ezt Didák abszolút betartja. Abszolút betartja, de amikor ezek a mondatok jönnek, hogy ó keresztény bűnös ember, gondold meg immár, ó keresztény bűnös ember, és tessék elképzelni, hogy ezt egy szószékről zengi valaki, nem egy hülye mikrofonnal a kezében. Mely rettenetes, félelmetes szempillantás részen az, melyben azokkal a szemekkel, kiket itt megvakít a gonosz kívánság, pokolbéli csodák között gonosz, kegyetlen ördögök roppant cseregi között lenni szemléled. Jaj, veszedelmek közé helyeztetett, ördögöktől környül létetett, legnagyobb nyomorúságokkal környül köztetett, bűnös ember. Hát tessék, ott van a hulla, körötte ezek a népek, akik mindent tudnak erről a hulláról, és te is sok gonoszságokat vittél véghez teljes életedben. Nem akarom újra felolvasni ellen. Szóval ez egy rettenetesen magas szintű oráció. Ez egy, hogy mondjam, tényleg nem sok ilyen van, mint Kelemen Didák. A Kelemen Didákról külön lehetne egy másfél órát beszélni, mert hát azért kérem szépen, amit az a csoda, hogy minden le van rombolva, a Rákóczi szabadságharc után vagyunk,
És akkor Miskolcon, Nyírségben, Nyírbátorban minden sorra építeti a templomokat. Sorra képzi ki a szerzeteseket. Gyakorlatilag a nulláról felépíti ott a ferences rendet. És olyan ferences rendet, még egyszer ezt nem tudtam talán eléggé hangsúlyozni, hogy a radi ferencesek Tolvaj Borbála oldalán vannak. Tessék ezt azért nagyon átgondolni. És hogy lehet, hát én marha nagy, majdnem csúnyát mondtam, bajban lennék, hogyha az lenne a feladatom, hogy XY-t úgy kellene megsemmisítőleg ócsárolni, hogy közben minden mondatom idézhető és dicsére. Azt kell mondjam, hogy a mai politikusok retorikát tanulhatnának Kelemen Didáktól. Az a sok bunkóság, amit én most március 15-én retorika címmel hallottam, na mindegy. Bocsánat, tessék parancsolni. Megszabadítani még egyszer a szerkezetét egy először. Hogyne? Hogyne, csak meg kell találnom. Tehát, hogy kell ezt lehúzni? Nagyon meglőtt magammal elég. Alaptézis. Mindenki úgy halt meg, ahogy élt. Ez ki van fejtve, tökéletes, ahogy a Platin előírja. Krucsai erényei ebben párhuzamosan. Jól élt, jól halt. Példaképünk Krucsai János. Közbevetés. Az utolsó óra szörnyűségeinek elmagyarázása. De még itt is, ez teljesen, hogy mondjam, Krucsai bántásmentes. Nem különben cselekedett nádfői Krucsai János. Folytatódik a második rész. Krucsai továbbra is egy követendő példa. Következnek az utolsó napok leírása, itt vált át költőivé, itt vannak a versek. Illetve versek, szóval többnyire rímes próza. Vigasztalás és intés az itt maradottakhoz, és egy végső intés, hogy elvtársak legyetek jók. De ha eközben, még egyszer, most nem akarom itt a színészi produkciót előadni, az ember hallja ezt a dörgést, akkor nem szeretne Krucsai János helyébe lenni. Egyébként se szeretne, de ilyenkor különösen. Tehát ez egy olyan szerkezet, ami elő van írva. Tehát ha megnézzük a latin mintakönyvet, csak ott nem az van írva, hogy ott az van írva, hogy alaptézis, mindenki úgy halt, ahogy élt. Második pont. A halott jól élt, jól halt. Tehát a halott legyen a példa. Tehát ez egy az egybe követi a szerkezetet. Tessék parancsolni. Szeretném megkérdezni, tudunk valamit arról az időszakról, amikor már kivégeztett az első feleséget, és mennyi ideig élt a második asszonya, vagy van-e róla? Hogyne. Hát mindjárt kiszámolom, hogy mikor halt, mert hát, körülbelül egy 20 évet élt, de pontosan meg tudom mondani, meg kell nézni a dátumokat, most nincs a fejembe. Körülbelül 20 évet élt a második feleségével. És ugyanúgy ivott, ugyanaz volt a legzett, vagy erre. Na látja, ez az érdekes, hogy forrás mindig csak a nem, hogy mondjam, hétköznapira van. Semmilyen forrásunk nincs Krucsai János életére vonatkozóan a második feleségtől. Feltehetőleg ő nem lépett félre, nem tudjuk, hát nem hiszem, hogy egy alkoholista egyik napra a másikra megváltozna, de ezt se tudom. Nincs forrás. Több mint 500 oldal forrásunk van az első felvonásra, a másodikra sem. Lehet az asszony is. Jó, nem. Vajon mi kapcsolatban állt? Elmondjuk, hogy a radi birtok az átháragott őre, márpedig ugye akkor ő lehetett a kegyurasága ennek a templomnak. Hát ennek a templomnak igen. Ennek a templomnak igen, ez így van, pontosan. Tehát akkor hajlamosnak tekinthető kellene. De ne keverjük egy pillanat a templomot és a ferences rendházat. Tehát a templomnak igen. Az meg így más.
De az megint, de a Ferences rendházhoz semmi joga vagy köze Gruzsai Urannak nincs. Ez a Ferences elöljáróhoz tartozik. A radi kedvőrság, ez egy világi templomra. Igen. Ő építetett ott egy nagyon helyes kis katolikus templomot, és az arra vonatkozott. De a Ferencesek fölött nem diszponált. Ez az oltár, ez nem a... Abba a templomban van, amit... Nyírbátorban van. Nyírbátorban a Ferenc... Az egy gótikus templom viszont, hogyha... Az. Azt mondta, hogy ő építette itt, viszont a időben... Nem. Újjáépítette. Tehát a rom volt, és hát persze, az egy gótikus templom. Valamelyik első képen ott is volt. Egyik legszebb magyar gótikus templom, persze. Így van. Köszönöm az előadást, hogy 15 éve jártam Nyírbátorban. Hát az összeírom, hogy Rákóczi Attag, kapcsolatban idegek, Pavogy Kertes, és a Bátori. A Bátori, a kisbiztos ott voltak, azt is elolvastak, minden tudtunk róla. És az, hogy Krocsolj. Bementünk ebbe a templom szentélyében, mert az annyira tömbe van, nincs olyan katolikus templom még egy, amit tudnék ennyi szenttel együtt véve, és kérdezek boldogtalan, ott lévő, nem ott lévő, hogy ki volt ez a Krocsolj? Senki nem tud semmit, hát majdnem tudatlanul haltam meg. Hát pedig sokan tudnak róla. Hát nem, végig kitartott Rákóczi mellett, végig kubic volt, csak rendkívül ügyesen 1711 után, amikor is azokat a, legalábbis egy részét annak a, aznak a megyei nemességnek, aki kuruc volt, az éppen hűtlenség vágyával perbe fogták és elvették tőlük a birtokaikat. Ez Krucsai uram ilyen, tehát tudja, valaha MSZP, aztán Fidesz, hát ez ilyen egyszerű. És... Még egyet szeretnék kérdezni tulajdonképpen a személyzetről vagy cselédségről, mert említett, hogy egészen más volt az intimitás, mások voltak az erkölcsök. Egy pár szót mondana, hát mint a 18. század elején, hogy éltek a cselédek, vagy hát tudom, hogy fügtek az uraságtól. Nézd, elég jól értek, én ezt tudom mondani. Tehát pontosan azért, mert ez egy nagy család volt. Ez egy nagy család volt, abban nagyon szigorú hierarchia volt természetesen. Nagyon szigorú hierarchia volt, olyasmit meg lehetett tenni a cseléddel, amit ma, hogy mondjam, emberjogi törvények tiltanak. Ez mindig az. De hát ezek együtt éltek. A Krucsainé, abban a 8 lányjal, aki ott volt, együtt főzött, minden nap beszélgettek, tehát ez egy más hierarchia, más, hát a legdöbbenetesebb, de most csak magamat tudom ismételni, tényleg az, hogy mennyire másult vannak a diszkréció határai. De ez már a 16. század is döbbenetes, tehát hogy az emberek a szükségüket egymás mellett végzik, közben beszélgetnek, amin hát térhet én a 20. században, amikor Novoszibirszkben vagy holafelében leszállt a repülőgépünk, és kimentem a WC-re, akkor megdöbbentem, hogy igenis még rajtam kívül öten ülnek így a... Ez kultúra. Itt most ültek. Más, nagyon más. Tessék, parancsolj. Kezdetén nem nagyon olvastam az István törvényeiben, nem István törvényeiben, melyben nem nagyon lehetett halálbüntetést olvasni egyáltalán, és inkább ilyen vagyoni térítések voltak minden esetben, még egy gyilkosnak is gyakorlatilag vagyoni megtérítésében. A vagyon vagy csonkítás. Tehát gyakorlatilag úgy nézett ki az egész akkori törvénykezés, már a ezerforduló, múlt ezerfordulói, hogy mindent arra a helyzet, hogy gyakorlatilag a jóváltétel, tehát jóvá tud tenni a bűnesetet, amennyire csak lehet. Jó, később mikor ez a halálbüntetés, meg a megcsorlás tulajdonképpen, mert
utána egy pár száz év múlva gyakorlatilag a büntetés az már nem Itt két dolgot szögezzünk le. Egy, a pallós jog az lényegében a 19. századig élt. Pallós jog már pedig azt jelenti, hogyha nekem pallós jogom van, akkor aki az én familiárisom, és ez most a legtágabb értelemben, azt megületetem. Kettő, nem érdekes, a Szent István törvénye nem érdekes, Felpőci, stb. Stb. A 1550-es évektől lényegében a Habsburgok által diktált jogrend van érvényben Magyarországon. Tehát azt kell megnézni, hogy a, hogy mondjam, Balassi Bálint itt tolja el, hogy nem vesz észre, hogy megváltozott a világ. Pedig megváltozott. Itt már a Habsburg jogrend dönt. És természetesen van még a szokásjog, amiről erről nem beszéltünk, mondjuk háborúban az árulók, stb. Hát az automatikusan kivégeztettek. De nagyon fontos a pallós jog, és az, hogy itt a Habsburg törvények vannak már régóta érvényben ebben az országban. Kár, hogy nem olvasnak, vagy eleget nem olvasnak az egyet, olyat, mint Apott Péter, mert nagyon hasznos betekintést nyújt arra, hogy hogyan éltek akkor az emberek. És hogy nézett egy főnemesi lakoma, ahol egy asztalt körbeülnek, és egymás elől egy kanállal veszik el a cupákosan vagyok falatokat. Szóval a mai ember ezt el nem tudja képzelni, milyen körülmények között értek. Hát Apor Pétert egyébként tényleg nagyon melegen ajánlom mindenkinek, mert egy kiváló leírás a korabeli állapotoknak. A májbódi. Igen, amit ő nem szeret. Vagy mit tudom én, ott van a 1570-ből a magyar... 70? A magyar Grobián például. Nem tudom, Grobián azt tudják, hogy... hogy mondjam, Grob Johann, tehát Durva János, ugye németből jön természetesen a szöveg is, meg az elnevezés is, de Magyarországon is el volt terjedve. Valakire azt mondták, hogy Grobián, az kb. Azt jelentette, hogy te bunkó. Na most fennmaradt egy Grobiánus irat, ami egy fordított illemtan. Tehát az dicséri, amit nem szabad, és amit szabad, az szídja. Na most ennél szórakoztatóbb nincs, hogy mit tudom én, megérkezel a vendégségbe, hány a tálra, mert akkor más úgy cselszik belőle, és minden a tiéd lehet, stb. Stb. Na most mindez egy ilyen szép, veretes 16. századi magyar nyelven, hát ajánlom figyelni, de ki van adva, úgyhogy olvasható. Van-e még esetleg valami? Akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A Didák név. Kelement Didák? A Didák. Jó kérdés. Hát ugye szerzetesi név természetesen, tehát nem így hívták. Ez a szerzetesi felvett neve. Hát most ennek utána kéne néznem, feltetőleg görögből jön, de most nem mondom meg kapásból, hogy ez melyik görög szó. De megígérem, a következő alkalomra megnézem. Ugye tudják, hogy a szerzeteseknél mindig a polgári név levettetik, Várszegi Asztrik. Hát Asztrik se Asztriknak született, Kelemen Didák, és így tovább. Úgyhogy annyit tudok, hogy görögből jön a szó, de most nem tudom sajnos, hogy honnét. Nagyon köszönöm a figyelmet.